Idén ünnepeljük az ICOMOS alapításának 55. évfordulóját. A Magyar Nemzeti Bizottság irodájából köszöntöm minden érdeklődőnket és a műemlékvédelem iránt érdeklődőket és a kedves kollégákat. Feladatunknak tekintjük, hogy ezt az alkalmat megragadjuk arra, hogy áttekintsük a műemlékvédelmünk történetét, a nemzetközi műemlékvédelem szemléletének alakulását, és ezt egy kisebb konferencia keretén belül gondoljuk végig közösen, lehetőséget teremtve arra, hogy azokat a tendenciákat is megfigyeljük, hogy milyen irányba tart a műemlékvédelem, és milyen új kihívásoknak kell megfelelni. Sajnos a közgyűlésünket nem tudtuk hagyományos módon megtartani, amihez egy szakmai konferencia tartozik. A közgyűlésünkön szoktuk átadni azokat a díjakat, amit a ICOMOS Nemzeti Bizottság alapított, a Pantheon díjat és a Möller díjat, ahol az elhunyt legkiválóbb kollégáinkról emlékezünk meg és kerülnek be a Pantheonba, illetve azokat a köztünk lévő műemlékvédőket, akik sokat tettek a magyar műemlékvédelemért és munkásságuk meghatározó volt, az elismerésükre alapítottuk a Möller díjat. Szeptemberben szerettük volna ezt átadni, de akkor megint ez az idei vírushelyzet ellehetetlenítette ezt a programot. Így gondoltuk, hogy év végén, amikor mindenki átgondolja a saját múltját, egy kicsit visszatekint az elmúlt időszakra, és megpróbálja újra gondolni a jövőt, kihasználjuk azt a lehetőséget, hogy a műemlékvédelem is átgondolhassa ezt az időszakot. Az 55. éves évforduló alkalmas arra, hogy a műemlékvédelem gondolatának a fejlődését és továbblépésének a lehetőségéről egy ilyen rövid konferencia jellegű program keretén belül emlékezzünk meg. Első előadásunkban Fejérdi Tamás, aki nemzetközi hírű műemlékvédelmi szakember, az ICOMOS Nemzetközi Bizottságának tiszteletbeli tagja, sokáig alelnöke volt. Ő tart előadást az ICOMOS megalakulásának történetéről és 1965 óta eltelt időszakának az alakulásáról. Ez is már a műemlékvédelem nagyon fontos része. Utána átadjuk a díjainkat, bemutatjuk a Pantheonnak az új tagjait, a Möller díj 2019-es díjazottjait, mindig az előző évről szoktuk elnevezni az azévi díjat, és a legvégül pedig egy olyan előadást hallhatunk, ahol a műemlékvédelem gondolatiságának az alakulásáról hallhatunk néhány gondolatot. A 1965 óta hogyan változott az ICOMOS történetében a műemlékvédelem szerepköre, feladatköre, és ebből milyen következtetések vonhatók le, illetve a megváltozott környezetünk, a környezeti hatások hogyan módosítják a műemlékvédelem feladatkörét, és milyen új kihívások elé nézünk. Tisztelettel köszöntöm rendezvényünknek, az ICOMOS 55. évi megalapításáról megemlékező rendezvénynek a résztvevőit, hallgatóit, nézőit. Ebben a rövid összefoglalásban megemlékeznék az ICOMOS-ról, mint olyan nemzetközi szakmai szervezetről, amely a műemlékek konzerválása és restaurálásának a legfontosabb, legmeghatározóbb nemzetközi szervezete. Itt látható ugye ez az előadás cím, amelyiken az összes lényeges elem rajta, az alapítás évétől napig eltelt idő, és a nemzetközi szervezetünknek a rövidítését adó angol neve, megnevezése, amelyből ugye látszik, hogy ez egy nemzetközi szakmai civil szervezet. A magyar megnevezésére később még visszatérek, ugye itt láthatjuk, hogy az első években úgy fordítódott le ez az angol megnevezés, hogy műemlékek és műemléki együttesek nemzetközi tanácsa, aztán azóta már nem egészen így hívjuk, amely ugye épp úgy a velencei tanácskozásnak az eredménye, mint maga a velencei karta, de erről is lesz később egy-két szó. Úgy lehet összefoglalni az ICOMOS-nak a lényegét, jelentőségét, hogy egy olyan nemzetközi, nem kormányzati szervezet, azaz civil szervezet, szakmai civil szervezet, amely munkájával
a műemlékvédelemmel kapcsolatos elméleti, módszertani és tudományos technológiai kérdések ismertétételét, a műemlékek és építészeti értések védelmét segíti elő. Hogy hogyan is jött létre az ICOMOS, így rövid kis visszatekintés, hogy az első olyan nemzetközi konferencia, amelyik az épített, akkor nem így hívták, érőkség a műemlékek restaurálásával foglalkozik, 1931-ben Athénban valósult meg, azt még akkor a Múzeumok Nemzeti Irodája hívta össze, az ott megfogalmazott athéni karta, amelyik a velencei kartának az elődje, természetesen nem azonos a Le Corbusier féle ugyancsak athéni kartának nevezett kartával. A eltelt időben ugye közben volt egy nagyon erőteljes műemlékeket veszélyeztető időszak, a II. Világháború, és az UNESCO kezdeményezésére szükségesnek ítélték, hogy jöjjön létre egy olyan nemzetközi szervezet, amelyik a múzeumok nemzetközi szervezeti az ICOM-hoz hasonlóan egy alap iránymutató és szakmai mértéket nyújtó együttműködést tenne lehetővé minden olyan résztvevő számára, akik a történeti épületek megőrzésével, megóvása, bemutatásával és itt foglalkoznak. 1957-ben össze is hívták Párizsban az építészek, tehát a restaurátor építészek és a történeti épületekkel foglalkozók első nemzetközi konferenciáját. Ez azonban végül is annélkül zárult le, hogy bármilyen szervezet létrehozott volna. Így aztán a UNESCO egy kicsit talán ennek a pótlásaként is megalkotta az ICROM-ot, amely egy teljesen eltérő jellegű szervezet, ugye a kormányzati karakterű szervezet római székhelyel és elsősorban kutatással, oktatással, mai szkifeje kapacitás növeléssel foglalkozik. És akkor egy nagy ugrás az időben, megérkezünk 1964 májusában Velencébe, a San Giorgio Maggiore szigetén lévő, a szigeten lévő San Giorgio Maggiore kolostorban, már régóta nem kolostor, hanem konferencia központ, és itt alakul meg, nem alakul meg, itt határozzak arra, hogy jöjjön létre majd később a műemlékek és műemlékhelyszínek nemzeti tanácsa, ugye ahogy ígértem, itt az új és ma használatos neve, egy pontosabb fordítás az eredeti névnek, a műemlékhelyszínt használjuk ma a site megnevezés helyett. Tehát ez a bizonyos második kongresszus, amelyik Velencében valósult meg, ez 13 határozatot hozott, ezek a legelső a restaurálás kartájának, azóta is létezésű velencei kartának az elfogadásáról szólt, a második pedig újból az UNESCO erőteljes támogatásával egy határozott szándék arra, hogy jöjjön létre a műemlékek és műemlékhelyszínek nemzetközi tanácsa, azért, hogy legyen olyan nemzetközi szervezete az épület helyreállításnak, konzerválásnak, mint amilyen van a múzeumok, muzeológusok számára. Most néhány képben személyiségekről fogok egy-két szót szólni, nem választható el ugyanis ICOMOS-nak a története attól, hogy kiemelkedő személyek bábáskodtak a létrejötte, és utána a folyamatos működése körül. Mindenképp az alapító elnököt, Piero Gazzola, olasz építész, műemlékhelyre restaurátor építész kell megemlíteni, akinek személyes érdemei vannak abban, hogy végül is a ICOMOS valóban létre tudott jönni, és abban a formában, ahogyan valóban létre is jött. Azzal a akkor teljesen természetes, 60-as évek közepén vagyunk, ugye, természetes megközelítéssel, hogy kimondottan a műemlékek a kiemelkedő értékelése és védelme bíró műemlékek restaurálásáról volt szó, és természetesen még messze vagyunk attól, hogy az ICOMOS-nak a fő tevékenysége, mint napjainkban, a világörökség együttműködésre koncentrálna. Az alakuló ICOMOS-nak az első főtitkára, majd később a szervezeti szerepekről néhány szót szólok, professzor Lömer volt Belgiumból, aki aztán az elnöki poszton is követte Piero Gazzolát, és őneki azért van kiemelkedő szerepe az ICOMOS működésében, egyebek között, mert a velencei karta megfogalmazója, egyik megfogalmazója
talán sokan tudják, hogy ez ott helyben egy éppen Lömer professzor kézírásával került először papírra ez a dokumentum francia nyelven, ami aztán később ugye angolra lett fordítva még ott helyben, és hozzá kell tenni ugye azóta is, hogy vannak különbségek az egyes nyelveken megfogalmazott karta szövegek között, de a lényeg azért azonos. És hát ugyancsak ő volt az, aki megalapította, majd később erről is lesz szó, a Monumentum az ICOMOS első folyóiratának a sorozatát. Hát térjünk vissza magára a szervezetre egy pillanatra, ugye ez a határozat, ami Velencében megszületett, ez végül is valóra vált, egy előkészítő tanácskozás volt Varsóban, 65 júniusában, majd végül is az alakuló közgyűlése az ICOMOS-nak 1965. júniusában elfogadta, ez határozatot hozott arról, hogy létrejött a műemlékek és műemlékhelyszínek nemzetközi tanácsa. Most még néhány sorozatban, néhány azóta az ICOMOS vezetésében hát erőteljesen résztvevő személyt mutatnék be, az elnököket, az ICOMOS elnököket. Michel Parra, aki egyébként az ICOMOS életében azóta nagyon fontos szerepet játszó világörökség egyezmény létrejötteben is erős szerepet vállalt, volt az ICOMOS harmadik nemzetközi elnöke, egy műemlékkonzervátor, műemlékes főépítész, egy kitűnő szakember, aki hát 6 éven keresztül vezette az ICOMOS-t, majd őt követte egy szintén nagyon ismert és elismert olasz szakember, Roberto Di Stefano, aki ugye nápolyi professzor, ő azonban csak egy kurzus, vagy egy ciklust vállalt különféle okok miatt, úgyhogy az ő szerepe végül is, hát ha nem is lényegtelen, de azért valamilyen mértékben mégis epizód jellegű maradt. Majd őt követte nagyon nagy meglepetésre, de azért az ICOMOS nemzetközségére vonatkozóan igen fontos jelként, hogy nem európai, hanem ázsiai elnököt választott magának a nemzetközi szervezet. Professzor dr. Roland Silva, egy régész műemlékkonzervátor személyiség lett az ICOMOS elnöke, 9 éven keresztül nagyon nagy energiával, nagy tapintattal, finom humorral és egyesítő erővel vezette az ICOMOS-t. Azt kell mondani, hogy ez egyik kiemelkedő korszaka volt ennek az intézménynek. Majd még arra később visszatérek, hogy a kétfelé, tehát a kettős világban létrejött szervezet miként próbált megfelelni a kettőségnek. Ugye Silva elnökség idején azonban már túl vagyunk a rendszerváltás időszakán, és talán ez is hozzájárult ahhoz, hogy az ICOMOS egy ilyen virágzó korszakába kerülhetett. Szakmai szempontból hasonlóan kitűnő és kiemelkedő 9 évet kapott a következő elnök alatt a nemzetközi szervezet, aki persze itt el van írva a dián az évszám, 1999-től 2008-ig vezette az ICOMOS-t, Mihály Pecet, a Bajor Műemlékes Hivatalnak a vezetője volt évtizedeken keresztül, egy művészettörténész kolléga, műemlékkonzervátor, akinek óriási és elővetetlen érvei vannak abban, hogy az ICOMOS-nak a nemzetközi ismertsége és elismertsége nagy mértékben növekedett, gyakorlatilag minden földrészről bevont közreműködőket, és talán még ennél is fontosabb, hogy nagy mértékben megújította az ICOMOS-nak a publikációs tevékenységét. A következő elnök ugyancsak egy további lépés az ICOMOS történetében. Gustavo Araoz az Egyesült Államokból lett az ICOMOS 7. elnöke, aki a szemléletében egy másfajta nyitást hozott, talán kevésbé a európai szemlélet centrikusságát tükröző megközelítésben, és még nagyobb érzékenységgel a már ugye az 1994-es nárai dokumentumon megfogalmazott regionális különbségek iránt. Azt is hozzá kell tenni azonban, hogy az ő elnöksége idején az ICOMOS azért számos kihívással nézett szembe, egyrészt azzal,
hogy a tevékenységeiben egyre inkább túlsúlyhoz jutott a világörökségi együttműködésben való részvétel, ami szinte már olyan mértékben túlsúlyos lett, hogy az átfogó az egyébként a világ műemléki állományok a többségét adó nem világörökség emlékekkel a foglalkozás rovására is mehetett volna. Talán nem ment végül is, és ez egyebek között ugye köszönhető Gustav Varroz elnök úrnak is. Majd őt követte az elnöki székben egy meglepetésre nem egy építész konzervátor vagy művészettörténész konzervátor, hanem egy jogász professzor Japánból, Toshiyuki Kono, aki az ICOMOS történetében hát egy olyan időszakban lett elnök, amikor általában is véve a nem utolsó sorban azzal, hogy megszületett a világörökség egyezmény ikertestvére jó későn, 2003-ban ugye a szellemörökség szóló egyezmény, egyre inkább a kultúrás örökség fogalom magába olvasztja a műemlék fogalmát, tehát egy olyan közegben és olyan környezetben kellett az ICOMOS, és kell ma is az ICOMOS-nak működnie, amelyik esetében már a műemlék szó szinte csak az ICOMOS nevében szerepel, sokkal inkább épített örökség emlékekről, illetve ezeknek is a nem anyagos vagy dimenzióról van szó. Tehát úgy gondolom, hogy ebben a korszakban egy Japánból érkezett elnök az ICOMOS számára, aki ebben az irányban meglehetős érzékenységgel rendelkezett, talán megfelelő pillanatban volt elnök. Nem, igazából nem kristálytiszta történet, hogy miért a most a legfrissebb, újabb elnökválasztás alkalmából Toshiyuki Kono egy újabb ciklusra már nem jelöltette magát. Most viszont megint európai elnöke van az ICOMOS nemzetközi szervezetének, Teresa Patricia személyében, aki egy portugál származású belga szakember, itt látszik, nem fogom felolvasni a kurikulum vitéből egy rövid összefoglalás. Én hát ugye, hogy új milyen elnöke lesz az ICOMOS-nak, azt most egyelőre még nem tudhatjuk, hiszen csak néhány napja ért véget az ICOMOS közgyűlés, ahol őt megválasztották. Már most is mondhatom, hogy teljesen szokatlan körülmények között, hiszen az eredetileg Sydney-be tervezett tisztítő közgyűlés végül is nem valósultott meg a járvány miatt, és online választás volt, online közgyűlés keretében. Hát ismétlem, hogy nem tudjuk, hogy ez milyen együttműködés, milyen működés tesz lehetővé. Sokunk számára egy ismert és elismert személy az újra megválasztott elnök, ugye az ICOMOS első női elnöke, itt az nyilván a szakmai és vezető képességi kérdése fogják eldönteni, hogy az ICOMOS merre fog tudni tovább haladni. És ha már így az elnökökkel kezdtem, egy rövid összefoglaló, hogy ez elmúlt 55 évben nagyjából változatlan szervezeti felépítése, hogyan is működött és működik ez a nemzetközi szervezet, ugye a legfontosabb és a leglényegesebb összetevője egy ilyen nemzetközi szervezet, maga a tagság, a tagok, akik ugye lehetnek természetes személyek, szakemberek, illetve intézmények, azaz jogi tagok, és nagyjából olyan 11 ezer tag körül van, ez egy változik ugye világméretűen ennek az intézménynek. A legfőbb döntéshozó szervezet pedig az ICOMOS-nak a közgyűlés, amely nem csak azért fontos, mert mint ahogy az előbbiekben kiderült, három évenkénti közgyűlés alkalmában választják meg a tisztségviselőket, hanem azért is, mert minden közgyűlés, ez majd később kiderül, gyorsan mondani fogom, csatlakozik olyan szakmai tudományos tanácskozás, amelyik az adott időszaknak talán a legfontosabb kérdéseivel, vagy inkább előre tekintően a fontos kérdésekkel foglalkozik. A szervezeti felépítésnek a bázis elemei a tagokból alakuló nemzeti bizottságok, illetve a nemzeti tudományos szakbizottságok, ez az a két fő pillér, amelyiken áll tulajdonképpen az ICOMOS szakmai működése és szakmai szervezete. A nemzeti bizottságok esetében mondom, nem nagyon kell magyarázni, hogy miről van szó, ez országonként
működőképes testület. Továbbra is itt is érvényes természetesen, hogy civil szervezetekről van szó, szakmai civil szerveződésről. Az ICOMOS működésére jellemző, hogy a nemzeti bizottságok, amikor döntéshozatalról van szó, arányosan, illetve egységesen bizottságonként 18 szavazattal rendelkeznek, tehát a legkisebb nemzeti bizottság épp úgy, mint a legnagyobb. Hát ugye ennek az a feltétele, hogy legalább 18 tagja legyen egy nemzeti bizottságnak, amennyivel kevesebb alak, annyival kevesebb szavazattal rendelkezik. És hát újabban van egy olyan szabály, hogy a nagy létszámú, nagy taglétszámú nemzeti bizottságok egy degresszív módon, de egy-egy többlet szavazat is kaphatnak a tagságuk arányának megfelelően. A Nemzetközi Tudományos Szakbizottságok szerepe azt gondolom, hogy nagyon nagyra értékelhető. Későbbiekben talán be tudom mutatni, hogy most összesen mintegy 30 ilyen tudományos szakbizottság van, ugye körülbelül 100-110 nemzeti bizottság és körülbelül 30 nemzeti tudományos szakbizottság, amelyek különféle szakterületekkel foglalkoznak, és ennek a szakterületnek a keretén belül megosztják a tapasztalatokat, illetve megfogalmazzák azokat a nemzetközi irányelveket, amelyek vagy karták, vagy elvek, vagy iránymutatások, attól, mikor milyen nevet kapnak, amelyek az adott területen iránymutatást tartalmaznak. Talán itt is megemlíthetem, amelyet a Velencei Kartánál is mondhattam volna, amelyeket ICOMOS ugye egy éve később létrejöve, mint a Velencei Karta, aztán elfogadott saját alapdokumentumának, hogy ezek nem jogszabályok, hanem úgy lehet puha szabályozás, amelyiknek az a lényege, hogy olyan iránymutatást, amelyek tartalmaznak, amelyet szakmailag azonban hát szükséges és érdemes követni. Az ICOMOS felépítésének, működésének fontos testülete a tanácsadó testület, az Advisory Committee, amelyik úgy tevedik össze, hogy a nemzeti bizottságok elnökei és a nemzetközi tudományos szakbizottságok elnökei alkotják, és ez a bizonyos tanácsadó testület, ez gyakorlatilag ebből a két al testületéből adódik össze, és mintegy ilyen 110-150 fős, mikor mennyi nemzeti bizottsági elnök van jelen, vagy tud részt venni, ha foglalkozik a legfontosabb szakmai kérdésekkel, amelyek ugye, hát különféle időszakokban más és más témát jelentenek. És akkor már a legszűkebb vezetésről is néhány szó, tehát ugye már említettem, hogy a legfontosabb ilyen értelemben az elnök. Hasonlóan, mint más nemzeti szervezetekben, az öt alelnök elvileg az öt nagy világrégió képviseletében választódik meg. A főtitkár dolga a szervezet működtetése, a kincstárnak a gazdasági működés, és a vezetőség pedig egy összesen mintegy 25 tagú végrehajtó bizottságban már nem így hívják, hanem vezetőségnek hívják, amelyiknek az összetétele ugyancsak elvileg és gyakorlatilag is leképezi a világ különböző régióinak a különféle szakmai régióinak és a különféle szakmai területeknek a képviseletét, tehát a világ mindenféle, minden régióban vannak jelen benne személyek, illetve különféle szakterületeket, kutatás, restaurálást, tervezést, a mindenféle interpretációt, bemutatást, stb. Képviseletében is vannak bizottságba beválasztott tagok. Miután nemzetközi civil szervezetről van szó, ugye ez azt is jelenti, hogy még a választott vezetőség sem folyamatos, nem főállású képviselő, ezek mind-mind gyakorlatilag önkéntesen vállalt munkafeladatok. A folyamatosságot a titkárság, a ICOMOS nemzetközi titkársága biztosítja,
amelyik az év minden napján működőképesen hát alátámasztja és elősegíti az ICOMOS-nak a nemzetközi munkáját, a részeinek, a szakbizottságoknak, nemzeti bizottságoknak az összekapcsolását, a különféle rendezvények és szervezetek, vagy szerveznek az összehangolását. A titkárság ugye elvileg és gyakorlatilag is Franciaországban, Párizsban működik, aminek különféle következményei vannak. A helyszín úgy lett kiválasztva még 1965-ben, hogy a francia állam és Párizs városa vállalta, hogy fele-fele arányban finanszírozzák a nemzetközi titkárságnak a működését. Először egy a csodálatos történetében az Hôtel Saint-Aignanban volt a székháza, aztán később egy modernistázban, most pedig majdnem Párizsban van még, mert a jogszabály szerint Párizsban kell lenni, a Párizshoz kapcsolódó kisvárosban, Charenton-le-Pont-ban. Itt csak néhány képen mutatom, ugye a jobbra fönn az első székház, ami ma a Zsidó Múzeum a Mare negyedben, alatta van az a modernista épület, amelyik nagyon hát szűkösnek bizonyult, és balra fönn pedig az építészeti, a francia építészeti, nemzeti építészeti gyűjtemény egyik részlegével együtt egy közös épületben, egy nagy volt középületben működő a titkársága most valóban kényelmesen elfér, ahol a egészen kiváló nemzetközi dokumentációs központja is van az ICOMOS-nak. Csak néhány szóban még arról, hogy az ICOMOS nemzetközi működésének hát van egy olyan ünnepélyes vonulata is, amelyik az elismerésekről szól, az alapító elnök elnevezett Gazzoladi, illetve az ICOMOS nemzetközi tiszteleti tagsága, itt gyorsan felsorakoztatnám azokat a magyar műemlékes kollégákat, akik ebben a nemzetközi tiszteleti tagság elismerésében részesültek. Hát talán nem véletlen, hogy Dercsény Dezső, aki ugye részt is vett személyében is a velencei tanácskozáson, nemzetközi tiszteleti tagja az ICOMOS-nak, ugyancsak Enz Géza, aki a hazai műemlékvédelemben játszott szerepén túl a nemzetközi együttműködésben is fontos szerepet vállalt, és hát azt gondolom, hogy senkinek nem kell bemutatni Hodler Miklós, aki valóban szintén ott volt a velencei karta megfogalmazásánál. Jó lehet, végül is a karta aláírő között egyetlen magyar név sem szerepel, aminek az az oka, ugye, hogy akkoriban még ez egy csak inkább tűrt, mint támogatott részvétel lehetőség volt az akkori kommunista Magyarország kiküldöttjei számára. A ICOMOS magyarországi és nemzetközi működésében ugyancsak fontos szerepet vállalt Román András, aki az ICOMOS nemzetközi alelnöke is volt 3-6 éven keresztül, és az egyik tudományos szakmai bizottságnak, a Történeti Városok és Falvak, a CIVI alapító elnöke, és hosszú idén keresztül elnöke volt, ő is a ICOMOS tiszteletbeli tagja lett, és hát vannak még a későbbi generációkból is tiszteletbeli tagok, akik itt a képen szerepelnek, ugye Winkler Gábor sajnos már nincs közöttünk, szerencsére Viszi professzor úr még az ICOMOS nemzetközi és hazai működését is segíti, és hát valahogy úgy jártam, hogy jó magam is belekerültem ebbe a körbe. Az elmúlt 55 év alatt meglepően stabilnak bizonyult az ICOMOS hazai vezetése is, és azt kell mondanom, hogy nem túl sok elnök és titkár működött. Az itt a képen szereplőket most nem fogom már újra megnevezni, kivéve azokat, akikről eddig még nem volt szó, tehát az alsósorban lehet látni az ICOMOS két főtitkárát, Zádor Mihály professzorat és Arnold Ádámot, illetve nem véletlenül nagy a kép, ez nem a legnagyobb kép, Nagy Gergelyt, jelenleg ICOMOS Nemzeti Bizottság elnökünket is mutatja, pont azért akkora a kép, mert ő az, aki most éppen a terhet viseli. A közgyűlésekről röviden, mert nagyon rohan az idő, pedig rendkívül fontos, hiszen ezek azok a három évenkénti találkozások és tanácskozások, amelyek, mint említettem, nem elsősorban arról szólnak, vagy nem csak, hogy úgy megtisztulításról van szó, hanem arról, hogy szakmai tanácskozás kapcsolódik hozzájuk. Itt azért ezen a képen az is látható, hogy a kétpólusú világ
működésében az ICOMOS, mint egy tényleg valóban semleges szakmai civil szervezet megpróbált arra törekedni, hogy nyugat és kelet, hogy így fogalmazzak, váltakozva legyen képviselve ebben a sorozatban, ami azóta persze már nem egészen így van, hogy ma már egy kicsit másra van, az még néhány mondatot megérdemel. Ugye említettem, hogy az ICOMOS központja az Franciaországban, Párizsban, illetve a Párizshoz tapadt kisvárosban, Charenton-le-Pont-ban van. Ennek az a következménye, hogy akárcsak Magyarországon a Nemzeti Bizottság egyesületi formában működik, az ICOMOS nemzetközi szervezete a francia jog szerint működik, és néhány évvel ezelőtt, most már néhány évtizede, nem csak három évenként kell közgyűlést tartani, hanem minden évben, mert a közgyűlésnek el kell fogadni az éves zárszámadást. Úgyhogy a korábbi évekhez képest, amelyeket most itt látunk a képernyőn, a később évben már évente vannak nem tisztító közgyűlései az ICOMOS-nak, amelyek azonban továbbra is nyújtják azt a lehetőséget, most már akkor sűrített formában, hogy minden évben kapcsolódik hozzá egy-egy szakmai tanácskozás. Nem véletlen, hogy itt kiemeltem a képen a harmadik közgyűlést, ami ugye elég hamar került sorra az alapítás éve után, és ez mindjárt Budapesten, Magyarországon volt. A Román András úgy fogalmaz erről, hogy a magyar műemlékezet nagy napjai voltak ezek a napok, és hát valóban ezt egyébként a politika, akkori politika is nagyon támogatta, mert az 56 utáni magyarországi helyzetből ezen a szakmai vonalon lehetett egyik olyan vonal volt, ahol tényleg a nemzetközi kilépésnek a lehetőségét látták benne, talán nem is alaptalanul. Itt látszik a fényképen, ugye, hogy a Tudományos Akadémia Budai Vári Országház utcai dísztermében ülek ezek a közgyűlésnek a tagjai, aztán volt egy fogadás, az akkor volt frissen átadott Táncsics utcai székháznak a kertjében, és hát itt egy kis néhány részlet, talán felismernek a kollégák egy-egy ismerős arcot, hogy bal oldalt elő Vladár Ágnes fogadja a vendégeket, és hát itt a képen pedig számos ismerős arc lehet annak, aki pár, ez a fiatalnak talán nem nagyon, ugye bal oldalt Merényi Ferenc, középült Horler Miklós, kávét iszik Mendele Ferenc, a Szabó János államtitkár úr hajolva itt a képbe, és hátul pedig Román András valamit, nem tudom, mit eszik. Szóval ez csak ilyen kis életkép, ez pedig itt az akkor nemrég átadott Fehér Galamb vendéglőben egy tanácskozás, ahol szintén itt van ugye a nemzetközi elnök Piero Gazzola, és hát a magyar emlékezet vezér alakjai. Hát így gyorsan átszaladik már csak az inkább hangulatképeken, és mutatnám azt, hogy folyamatosan három évenként váltakozva rendeződött meg ez a bizonyos közgyűlés, ekkor még valóban csak három évenként volt. Talán kiemelném ezek közül, mindegyikről lehetne hosszabban beszélni, a római közgyűlést, amelyik ugye hát nem csak Rómában volt, hanem úgy szervezték akkor, hogy több olaszországi városban, de ez volt az a közgyűlés, ahol egy japán professzor bemutatta az ízei nagy Sintó szentének a 20 évenkénti újjáépítési történetét, és gyakorlatilag talán ez volt az a fordulópont, ahol a hitelesség értelmezésében egyfajta új megközelítés kezdődött. És akkor itt láthatjuk tovább, hogy hány három év telt már az elmúlt időszakban, ugye volt egy rendkívüli közgyűlés is Afrikában, az első afrikai közgyűlés Victoria vízesésnél. Igazából 2002-ben kellett volna lenni, csak nem voltak hajlandók sokan Zimbabwébe elmenni, ezért előtte Madridban meg lett tartva. Aztán mégis lett egy rendkívüli közgyűlés 2003-ban. És hát ugye most itt sokkal fontosabb lehetne az, hogy mindegy közgyűlés mellé oda csatoljam, hogy annak a közgyűlésnek mi volt a szakmai tartalma, mert a budapestinél mondhatnám azt, hogy azóta is érvényes módon egy rendkívül tartalmas tanácskozás folyt le arról, hogy a történeti környezetben új építés hogyan és miként kell viselkedni, de mindegyik közgyűlésnek megvolt a maga fontos üzenete. 2005-ben ugye a Xi'ani kínai például a történeti, a komplex környezeti beágyazása settingről
fogalmazott meg egy dokumentumot Quebecben a hely szelleméről, a genius nociról, Párizsban a gazdasági jelentőségről, Firenze a kultúrtájról, Urdegy a demokráciáról szólt, és most Sydneyben, Ausztráliában lett volna ugye a közgyűlés, helyette volt a bizonyos online közgyűlés, amelyiknek az eredményeként most ugye új elnöke van az ICOMOS-nak. Hát ez csak kiemeltem az éves jelentésből egy képet, ahol ugye lehet látni nagyjából, hogy hogyan és miként osztanak meg a világban a nemzeti bizottságok, és összesen itt látszik a kép bal oldalán, hogy nagyjából mik a főbb számok, tehát körülbelül 11 ezer tag, 107 nemzeti bizottság, 29 nemzetközi tudományos szakbizottság alkotja az ICOMOS-t, és ugye itt is látszik, hogy ezek a színek mutatják, hogy hol nagyobb a tagság. Mi magyarok egyébként általában a 7-10 közötti hely között szoktunk lenni a ICOMOS nemzeti bizottságunk tagságaival. Nagyon szalad az idő, úgyhogy akkor annyit talán itt jeleznék, hogy ez a bizonyos éves jelentés az angolul, franciául, talán még spanyolul is megtalálható az ICOMOS nemzetközi honlapján. Nem fogom most se kinyitni, se felolvasni, inkább csak arra utalnék, hogy az ICOMOS-nak a nemzetközi működése ez gyakorlatilag töretlenül folyik, és ez a bizonyos párizsi központ a titkársággal időnként ugye anyagi nehézségek mellett, de kitűnően tudja ezt az egész dolgot szervezni és működtetni. Mert az ICOMOS-nak szertágazó és nagy felelősséget jelentő tevékenysége volt és van, ugye eredetileg, csak ismétlés, a konzerválás, restaurálás elvi és gyakorlati dolgaival foglalkozott általában. Az általában azért hangsúlyoznám, mert itt nem arról van szó, hogy valamilyen válogatott, kiemelkedő az örökségi értékeket, ma már ezt a szót használják, ugye a legfontosabb műemlékeket tartalmazó dolgok, vagy jelentő épületekre, együttesekkel foglalkozna, nem, hanem mindennel, átfogó módon, nyilván szakmai részletekre lebontva, anyaghasználata, szerkezetekkel, tehát ugye fa, tégla, történeti város, népépítészet, tehát hogy csak így össze-vissza beszélve, mondom, hogy mindenféle tételekkel foglalkozik, és ezekről nemzetközi dokumentumokat, kartákat fogalmaz meg, vagy időnként megújít, mint például a nemzetközi turizmusnak a kultúrás turizmus nemzetközi kartát, vagy legutóbb ugye a faépítészeti műemlékek kartájának, vagy irányának a megújításáról is hát határozott az ICOMOS, vagy a 20. század építészetről a madridi kartá. Szóval ez egy folyamatosan megújuló elvi és gyakorlati tevékenység, és hát nagyon fontos, hogy ennek a legfőbb vetéteményesei országon belül a nemzeti bizottságok, és nemzetközi összefüggésben pedig a tudományos szakbizottságok. Külön pontban rendeződik itt az UNESCO világörökségi egyezmény, amelynek az egyezményben magában nevesítve szerepelt egyik tanácsadó testülete 1972 óta az ICOMOS, és azt kell mondanom, hogy ez a tevékenysége ez óriási mértékben meghatározóvá vált, mennyiségénél fogva, jelentőségénél fogva, súlyánál fogva. Persze, hogyha még pozitívabban akarom értékelni, akkor azt is oda tettem, hogy azért is, mert ez a világörökség tevékenység egyfajta laboratórium, amelyik mint az űrtechnológia, ugye általában a technológia fejlesztésben azt a leszivárog a napi élet minőségének javítására. Talán kicsit így van, hogy a világörökség egyezmény keretében megtanult, felismert dolgok aztán leszivárognak általában a műemléki restaurálásoknak a területére, és ennek az egyik hát fő hát ilyen networkje vagy hálózata pont az ICOMOS. Rendkívül szertágazó a feladata, értékelések, elemzések, tanácsadások, helyszíni missziók végrehajtását. Azt gondolom, hogy talán sokak számára ismert, de talán az kevésbé ismert, hogy ennek a mértéke és mennyisége az rendkívül terhet jelent az ICOMOS számára. Nem szabad soha elfelejteni, mikor így beszélünk erről a szervezetről, hogy ez egy olyan szervezet, amelynek a tagjai kivétel nélkül, leszámítva a titkárság alkalmazott munkatársai, kivétel nélkül, mint önkéntesek, akiknek nem ez a fő tevékenységük. Azt gondolom, hogy az 55. évfordulón megérdemli az ICOMOS és minden volt, jelen és jövő tagja, hogy elismerésre adozzunk azért az áldozatos, persze nagyon lelkesítő és elkötelezett munkáért, amelyet a világ
műemlékeinek az érdekében az ICOMOS kifejtett és kifejt. A kék pajzsú együttműködés, ami a már létező szervezeteket tömöríti, ICOMOS, ICOMOT, a könyvtárak és restaurátorok nemzetközi szervezetét, és archívok nemzetközi szervezetét, ami körülbelül olyan a műemlékeknél, mint a Vöröskereszt, ugye a humán vonalon. És ha majd mindjárt mutatok néhány példát, tehát illetve csak el fogom pörgetni a publikációs tevékenységről, amelynek rendkívül a jelentősége, hiszen egyrészt a szakmai, személyes tapasztalatozásnak jelentőségét sem lehet lebecsülni, de ugyanígy nem lehet lebecsülni azt, ami egy felhalmozódó, kumulálódó tudás, ami a szakmai kiadványok, kiadványsorozatok és mind hazai, mind nemzetközi publikációk szintjén már rendelkezésre áll. Itt kis reklámot ad, illesszek be a Magyar Nemzeti Bizottság abban a szerencsés helyzetben van, hogy a Román András archívum, amely a titkárságunk mellett működik, az egyik ugyancsak kiemelkedő, tartalmas és fontos dokumentumot tartalmazó megjelenítése annak, hogy az ICOMOS milyen publikációs tevékenységgel és milyen háttéranyaggal rendelkezik. Természetesen mindenféle oktatási, képzési és egyéb tevékenységbe is részt vesz az ICOMOS nemzetközi és nemzeti szinten, és hát a monitoring, ami ugye egyre inkább előtérbe kerül, vagyis hogy a követő figyelés tekintetében is hát tevékenységet és részt vállal. Nagyon futólag a magyar szereplésre vagy közreműködésre még ugye egyik legfontosabb ilyen volt a Történeti Városok és Falak Nemzeti Bizottsága, amelyiknek a kezdeményezése és alapító elnöke Román András volt, és Magyarországhoz kötődött, ameddig még voltak a nemzetközi bizottságoknak helyhez kötött fizikai központja, addig ez Egerben volt, a Történeti Városok Bizottságának a központja, ma már ugye minden és sokkal inkább az online térben valósul meg, és hát ugye jelenleg is van olyan bizottság, még ha nem is mindig egyszerű az élete a bizottságnak, amelynek az elnöke egy magyar kollégán a Vilmőzsöt szemében a Nemzetközi Falkép Konzerválási Tudományi Bizottság. És itt, ahogy ígértem, csak átpörgetem, hogy milyen kiadványsorozata van az ICOMOS-nak, hogy azt is látjuk azért, hogy ezek a kiadványok ezek időben változnak, mert egyik másik sorozat aztán megszűnik, kifullad, hogy így mondjam, hiszen továbbra sem szabad elfelejteni, hogy egy civil szervezetről van szó, amelyik nagymértékben arra támaszkodik, hogy a tagjai milyen részt vállalnak. Ugye itt ez a nemzetközi kiadványsorozat, amiből csak összesen 7 jelent meg, a mindjárt az első a magyarországi volt, amelyik ugye nem véletlenül 1971-ben jelent meg, ez már a készülődés volt az 1972-es közgyűlésre. Tudományos újság különféle tartalmakkal, ugye itt látszik a Velencei Karta megemlékező kiadvány a címlapján Raymond Lemer emlegetett második elnök, első főtitkár, a második elnök kézírása a Velencei Kartából egy kivonat. De hát ezt mind meg lehet találni ugye ezeket a kitűnő kiadványokat az ICOMOS központban. És ahogy emlegettem, Roland Silva elnökség idején egészen kiváló sorozatok jelentek meg, a Történeti Város Bizottságnak a speciális kiadványa, itt látszik, hogy mennyi más bizottság is megkapta a lehetőséget, és hát az ICOMOS-nak a különféle hát ilyen újságai is megjelentek, vagy éppen a különféle országokra vonatkozó, itt ez a magyarországi kiadvány, speciális kiadványok. És akkor elékezünk oda, amit szinte emlegettem már, ugye, hogy Pecet, Mihály Pecet professzor elnökség idején is megújult a kiadvány sorozat a Német Nemzeti Bizottság és óriási anyagi támogatásával egy rendkívüli sorozat indult el, amelynek az egyik tagja itt látszik, például a Velencei Karta 40-es megemlékezése, alkalmat Técset, Budapesten Técset tartott konferenciának a teljes anyaga, amelyet dr. Kovács Erzsébet szerkesztett végül is, és jelent meg több nyelvű kiadványba ebben a németek által támogatott Monuments and Sites sorozatban. Vagy olyan alapművek, mint például ez a
a GEP report, ugye, ami a, hát most persze már kicsit belebonyolódik a világörökségi kérdésekbe, szóval az ICOMOS tudományos módon foglalkozik a világörökség érvényes keretében felmerülő kérdésekben, például azzal, hogy a világörökségi lista mennyire kiegyensúlyozott, milyen tételek hiányoznak, ez a bizonyos GAP report, vagy Filling the Gaps pont erről szól. Vagy a már emlegetett Heritage at Risk, ez a bizonyos monitoring sorozat, amelyik évente vagy két évente újból és újból megjelenik, szintén a Nemzeti Bizottság és személyesen Krisztóf Mahát kollégánk együttműködésével. És hát ugye megint visszatérek ide, hogy az ICOMOS éves jelentései, nem csak a tavalyi, hanem a visszamenőleg éves jelentések elég gazdagon és jól mutatják azt, hogy az ICOMOS, ez az 55 éves ICOMOS azért még nem ért el a nyugdíjkort, mert kitűnő és aktív tevékenységet folytat minden nehézség és bonyolultság ellenére. Tehát itt vagyunk az ICOMOS-szal a jelen időben, ugye amikor létrejött 1965-ben, az egyetlen olyan szakmai civil szervezet volt, amelyik az épületek konzerválása, restaurálásával foglalkozott tudományos, elméleti és gyakorlati szinten. Annak talán örülni kell inkább, hogy ma már nem az egyetlen, és annak is, hogy ennek lenne továbbra is a legkiemelkedő szakmai szervezet ezen a területen. Nyilván többszörösen és időben többször meg kellett újulnia, és a szemlélete is valamennyire hát formálódott és alakult azzal, ahogy az egész műemlékvédelmi szemlélet formálódik és alakul. Mindazonáltal nagyon fontos, hogy az alapértékeket, például a hitelességgel összefüggő kérdéseket továbbra is őrzi, és ennek az egy letéteményese. Az egy nagyon-nagyon fontos és lényeges kérdés, hogy ez a bizonyos műemlék szemlélet, műemlék, tehát műemlékek és műemlék helyszínek központbálítása, ez mennyire tud megmaradni, vagy mennyire oldódik fel egy általános kulturális örökségi szemléletben, amely végül is egészen nem ugyanaz, és miközben lehetőségeket rejt magában, óriási veszélyeket is jelentett a műemlék értéke megőrzésében. Hát az a jó kérdés, hogy ez a műemléket megőrzés és szolgál jelen és jövője az ICOMOS-nak, ez hogyan fog megvalósulni, de ez már nem a korábbi generációknak a feladata, hanem az új szakember generációk lehetőség és felelőssége. Abban bízva, hogy az ICOMOS, az 55 éves ICOMOS egy olyan fórum és egy olyan együttműködési lehetőség, ahol a generációk között nem az ellentétek, vagy az előzőknek a megtagadása, a folyamatos átadás és megújulás lehetősége adott. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket, és úgy remélem, hogy az ICOMOS-nak még további hosszú évek, évtizedek állnak a rendelkezésére ahhoz, hogy ezt a tevékenységét valamennyiünk javára és a kultúrás értékeink, műemlékeink megőrzés érdekében kifejthesse. Fejédi Tamás előadásában hallhattuk és megismerhettük az ICOMOS 55 éves történetét, hogy milyen nemzetközi szakemberek vettek részt ebben a munkában, és hogyan alakult a ICOMOS-nak a története az elmúlt 55 évben. Ebben a nemzetközi szervezetben nagyon sok magyar szakember is dolgozott, hogy a nemzetközi műemlékvédelem milyen szintre jutott, az a közös munkájuknak az eredménye. Magyarországon is mindig elismert volt nemzetközi szinten is a műemlékvédelem. Olyan jeles emberek dolgoztak benne, akiket nem csak külföldön, hanem itthon is elismerés illetett. Az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottsága fontosnak érzi, hogy ezeknek az embereknek a munkáját, személyiségüket, szellemiségüket, szemléletüket megőrizzük. Minden évben a közgyűlésünkön 2-3 olyan embernek a munkásságára hívjuk fel a figyelmet, akik már nem lehetnek közöttünk, de nagyon sokat köszönhetünk nekik. Talán nem is ismerjük őket, de ők azok, akiknek egy kutatás eredményeként megmaradhatott, vagy megőrizhettük valamelyik templomunkat, egy parasztházat, vagy pedig egy olyan új szemléletet képviseltek, ami hosszú távon meghatározta a műemlékvédelem gondolatát. Nagyon sok szakember vesz részt a műemlékvédelemben, interdisziplinális tudomány, ezért a Pantheonunkban is, akiket fölveszünk,
azok a legkülönfélebb szakágakat képviselik, akik a műemlékvédelem tudományához hozzájárulnak. Az ICOMOS folyosóján állítjuk ki azokat a tablókat, akiket már sok-sok év alatt felvettünk a Pantheonunkba, és egy olyan összkép alakult ki, ami a műemlékvédelemnek egy valamilyen kisugárzását jelenti, egy szellemiséget képviseli, akik a műemlékvédelemben dolgoznak, valahol magukba kell, hogy hordozzák ezeknek az embereknek a gondolatait vagy a tudását. Példaképünknek tekintjük őket, és minden évben gazdagítjuk ezt a sort. Idén újabb műemlékvédelmi szakemberekkel gazdagítjuk ezt a falat, ezt a tablót, és kegyelettel adózunk emléküknek, mert a Pantheonban már csak olyanokat tudunk fölvenni, akik már nem lehetnek közöttünk. Guzsik Tamás, 1947-2002. Festőművész pedagógus családban született Budapesten. Édesapjától örökölt rajztehetsége a képző és iparművészeti gimnáziumba vezette, ahol díszítő-festő szakon végzett. Építész hallgatóként kezdte kutatni a templomot a budapesti Szervita téren, ahol korábban gyermekként minisztrált. TDK dolgozatként indult török-koppányi kutatása, ami később kis monográfiával gazdagodott. Ennek a munkának a kisugárzásából született meg a kéziratban fennmaradt Somogy megyei topográfiája. Műszaki doktori disszertációját Zsámbék építészet történetéről írta 1974-ben. A középkort kutatók körében a templomok tájolásáról 1975-ben megjelent írása tette ismertté. Szüleitől örökölt természet szeretetét megőrizve, későbbi kirándulásain számos elfeledett kolostor helyet azonosított. Levéltári kutatásai és terepbejárásai során gyűjtött ismereteit a Pálos rend építészeti emlékei a középkori Magyarországon címmel forrásértékű katalógussá szerkesztette tanítványával Fehérvári Rudolffal. Eltűnt Pálos kolostorhelyek Somogy megyében 1979, eltűnt meghitt Pálos kolostorhelyek Zala megyében 1981, a korai Pálos rendi építészet aktuális topográfiai kérdései a Veszprémi Egyház megyében 1984, ugyanezt Tolna megyében 1984 jelentek meg kutatásainak további eredményei. A keresztény liturgiák funkcióelemzése felé 1989-től fordult. Magával ragadta az örmény kultúra, az örmény liturgia tiszta, ősi erejének kisugárzása. Örmény szótárt szerkesztett, hogy alaposabban megismerhesse a liturgia rendjét, építészetét. Az örmény egyházi hírlevélben és az Ararát című nemzetiségi labban 5 év alatt 76 cikket publikált. Hiába volt kutató, tudós, a pedagógusi pályát tekintette hivatásának. A Műegyetem építészmérnöki kar építészettörténeti és műemléki tanszékének 5 éves korától demonstrátora, később elhivatott, meghatározó oktatója volt. Édesanyjától örökölte a rendkívüli erőt, amivel hallgatók sokaságát tudta lenyűgözni, elkötelezettségével, sugárzó erőadásaival. Sokszor hangoztatta, hogy egy családi örökségen túl hasonló kötelezettséget jelent előadásainak elmaradhatatlan kelléke, az ember magasságú mutató pálca, amit példaképétől Pogány Frigyestől örökölt. Hatalmas tudása és gyakorlata ellenére minden előadására napokat készült. Hallgatóinak építészettörténeti jegyzeteket írt, gyönyörű rajzaival megjelent ábragyűjteményekkel segítette a felkészülést. Az ország összes egyetemén és főiskoláján gyűjtött szavazatok alapján 1991-ben Guzsik Tamást az év oktatójának választották. Erre és az Aranykréta díjára nagyobb büszkeséggel tekintett, mint az Ibl díjára. Az építészkar TDK elnökeként az érdeklődő hallgatók közül a legjobbakat maga köré gyűjtötte és vezette be az építészettörténet a műemlékvédelem világába. Utolsó éveiben a Pálos rendi építészettörténeti anyagát rendezte. Kutatásait összefoglaló művének megjelenését nem élhette meg. A Pálos rend építészete a középkori Magyarországon címmel megjelent művet tanítványai tették közzé 2003-ban. Istvánffy Gyula, tanszékvezető egyetemi tanár az előszóban így emlékezik róla. Kutatta a helyszíneket bakancsosan, erdőmélyén, keresztényi és magyar elhivatottsággal,
kutatta az irodalmi levéltári helyeket a felkészült kutató készségeivel, a pálosokkal kapcsolatos ismeretek felelevenítésére, szolgálta az urat két egyházban is, keresztényi lelkülettel tanította az ifjúságot a hit, a liturgia, az építészet hármasságában, kapott is a fejére ezért, és szigorú, remetei önfegyelemmel visszavonultan morzsolta, sajnos túl gyorsan életét, akár egy középkori pálos. Egy nagy megtiszteltetés ért most engem, amíg pedig az, hogy Takács Gyulának a Ikomosz Panteonba való felvételéhez hozzászólhatok, illetve tehetek a magam részéről is javaslatot. Ezt én örömmel teszem annál is inkább, mert én már több mint 20 éve Pécset lakom, illetve majdnem 30 éve ott dolgozom, és noha személyesen nem, de egyébként természetesen tevékenységével mindig volt valami kapcsolatom, ismeretem, úgyis, mint egyetemi oktatónak, úgyis, mint régésznek, műemlékes munkákban vettem részt, és így tovább. És módom nyílt arra, hogy nyomon követhessem azt a tevékenységet, amelyet ő ott korábban megkezdve, tulajdonképpen az 50-es évek közepétől kezdve, művelődési osztály, megyei osztályvezetőség, majd pedig megyei elnök helyettesként véghez vitt. Nagyra becsültem, és nagyra becsülem most is azt, amit Pécs érdekében tett. Hadd tegyem hozzá, hogy mit most a műemléki régészeti értékek terén való sáfárkodásáról, tevékenységéről gondolkodunk elsősorban. De azért legyen tiszta mindenki azzal, hogy amit a múzeumért tett, a nagy gyűjteményekért, a modern művészeti gyűjteményekért, azoknak az emlékszobáknak, emlékmúzeumoknak és múzeumoknak a létrehozásáért, amely ma is Pécsnek a büszkesége és a legfőbb vonzereje, a Vasarely, az Amerigo tót, és a többi, Csontvári és így tovább. Tehát ezek azok, amelyek mind-mind valahogy az ő tevékenységéhez kapcsolódnak. De azért, ha már egyetemi ember vagyok, hadd tegyem hozzá, hogy a Pécsi Egyetemnek a létrejötte is kapcsolódik a személyhez és tevékenységéhez. Hosszú idő után sikerült először egy közgazdaságtudományi kihelyezett kart létrehozni, majd pedig 1982-ben létrehozni egy kísérleti tudományegyetemet, amely azonban néhány év múlva levetette magáról a kísérleti jelzőt, és immár teljes értékű egyetem lett, úgyis, mint a magyarországi állami egyetemek, négy nagy állami egyetemnek az egyik markáns képviselője és reprezentánsa nagyon sok szempontból, mint hazai, mint pedig nemzetközi megmérettetésben a csúcson van, vagy a legjelentősebbek között van. Még egy dolgot azért hadd tegyek hozzá, ez pedig az, hogy szerencsére ebben ő nem egyedül volt. A múzeumi vonalon elsősorban Hárséva az, aki hasonló intenzitással és akarattal vezette, vitte ezeket a programokat, és rengeteget tett érte, és szintén az 50-es évek közepétől egészen 90-es évek elejéig volt a múzeumban, illetve hát annak a múzeumnak az igazgatója, megyei múzeumigazgató. És hát azért tegyük hozzá, hogy akármennyire ellenmondásos személyiség volt Acél György, azért nagyon sok függött tőle, mert az, hogy az állam akkor ezeket a programokat nem csak hogy támogatta, hanem Pécsre öntötte, és Pécsre vitte az egyetemet, a művészetet, a műemlékvédelmet, művészeti dolgokat, és nagyon sok minden, színházművészet, Eck Imre és a többet, mind-mind ezzel a folyamattal kapcsolódik össze. Abban nagy mértékben számított az, hogy Acél György évtizedeken keresztül a megye, illetve pontosabban Pécsnek az országgyűlési képviselője volt, aki ezt nem vette félváról, nagyon komolyan vette, és mindent meg is tette azért, hogy akkor Pécs immár egy európai szintű rendűrangú város legyen. Éppen ezért ebben
a dologban, az ő neve mellett természetesen, akik ott voltak a helyszínen is, a megye vonaláról, városvonaláról támogatták, segítették ezeket a dolgokat, és így a műemlékvédelmet is. Személy szerint ugye, Takács Gyula, aki az ICOMOS-nak is tagja volt, Pécs díszpolgára lett 2004-ben, és sajnálatos módon most hunyt el ebben az évben tavasszal, igen, szép magas kort megérvén. Óriási érdemei vannak, úgyhogy én ezekkel a gondolatokkal szeretném Takács Gyula személyiségét mindenkinek a figyelmébe ajánlani, és hát kiemelni azt, hogy mindenképpen méltó arra, hogy az ICOMOS Pantheonban helyet foglaljon. A Műemlékvédelmi Pantheon elismerésben részesül Jelenik Katalin. A Budapesti Műszaki Egyetem építészmérnöki karának elvégzése után 1979-ben a köztíve került, a legendás díszteri irodába, majd 1982-ben az iroda felszámolása miatt a Pesterbe ment, ahol 1989-ig dolgozott. Ezt követően mérműtervező szövetkezetben, majd 1993-tól a saját alapítású Tértár mérnöki BT-ben folytatta építésztervezői munkásságát. A 80-as években műemlékvédelmi szakmérnöki diplomát szerzett, és elvégezte a Magyar Építőművész Szövetség mesteriskoláját is 1986-ban és 1988-ban. 1997 óta tagja volt a Magyar Építész Kamarának, 2003-ban a műemléki tagozat elnökségi tagjává választották meg, 2004-től az ICOMOS Nemzeti Bizottságnak is tagja. Az állami tervezirodákban elsősorban középületek tervezésével, felújításával foglalkozott, és ennek kapcsán került mind szorosabb kapcsolatba a régi épületekkel is. Egyre inkább speciális területévé vált a műemléképületek helyreállítással járó kutatás, valamint szakvélemények, hasznosítási koncepciótervek és felújítási tervek készítése. A 80-as évek végétől mintegy fél száz építészeti terv készült irányításával. Többször más tervezőirodával és fiatal tervező kollégákkal is szívesen dolgozott együtt. A rendkívül színes tervezői pályafutás alatt kastélyok, kúriák, templomok, mauzoleumok, történeti lakóházak részletes megismerését és helyreállítások megtervezését tartotta fő feladatának, de minden kisebb és átfogóbb tervezési munkát is nagy gondossággal végzett. Többek között elkészítette Dabas örökségvédelmi hatástanulmányát és a régi temetők egyenleti park alakítását, de a pesti városfal dokumentálását, emléktáblák elhelyezési tervét vagy restaurátori kérdések előkészítését épp úgy elvégezte, mint alkalmanként családi házak tervezését is. Szerencsére több terv jó minőségben valósult meg, amely a kivitelezések állandó figyelme kísérése is hozzájárult. Több éves munka kötötte Vác és környékének egyházi épületeihez, melyekből kiemelkedik a szeminárium teljes felújítása és a székesegyház külső helyreállítása. Továbbá nevéhez kötődik az előttük lévő dísztér új burkolata is. Dabason számos kúriával foglalkozott, miután műemlékvédelmi szakmérnöki szakdolgozatában Dabas klasszicista kúriáit dolgozta fel. Több épület felújítási tervét készített el a Hollókői Ófaluban, bizonyságul az egyszerűbb épületek iránti szeretetének is. Közel egy évtizeden át tervezte a Kerepesi temetőben a Ganz, a Batthyány és a Deák mauzoleumok jó minőségben megvalósult helyreállítását, viszont a rendkívül értékes Lick mauzoleum felújítása terve azóta se vált valóra. Különös gondossággal kezelte a Turay és Osberger kastélyt, amihez másfél évtizedes tervezői kapcsolat fűzte, és igazán nem rajta múlt, hogy a munka félbe maradt. Új tulajdonos viszont már más szemlélettel nyúltak hozzá. Több éves tervezés kötötte a Tóalmási Várhalm Andrássy kastélyhoz, amely teljes megújulásakor megújulását már nem érhette meg. Társszerzője volt és sikeresen vitte végig a vajtai Pollák kastély helyreállítását és új funkcióval való megtöltését. Utolsó nagy munkájának egyike volt az egykori rendőrtiszti főiskola részben elkészült homlokzatainak és tetőzetének helyreállítása.
élete utolsó napjáig foglalkozott az esztergomi volt fürdőszálló és gőzfürdő teljes helyreállításával és műemléki tervezésével, ami azonban sajnos nem valósult meg. Kitüntetést soha nem kapott, azonban kollégái becsülték alaposságát. Derűs, mindenre figyelő tekintete, fanyar humora, rendkívül széles érdeklődése miatt sokan kedvelték. A művészetekben, az irodalomban és a zenében is otthonosan mozgott. A sok utazás, az ismeretlen tájak megismerése volt még a kedvelése gyermekei nevelése mellett. Az elkészült munkái magas igényességről tanúskodnak. A továbbiakban a műemlékvédelmi Panteon is méltán hirdeti emlékét. És akkor most nagy szeretettel átadom Klonicai Lucának ezt a megemlékezést, és bízom abban, hogy valamennyien megőrizzük Katalinnak az emlékét és a munkásságát, továbbadjuk a következő generációknak is. Köszönjük szépen! Köszönöm szépen az egész család nevében! Köszönöm, hogy eljöttetek, és az, hogy ez a program összejött, és a IKOMOSZ 55. évfordulójáról megemlékezhetünk, ez hozzátartozik az is, hogy a 2020-ban lévő megemlékezéseinket is közkincsét tegyük, és közhírét tegyük, mert igazán erre nem volt lehetőségünk, hogy a közművésen ezeket bemutassuk. A Panteont azt bemutattuk, láthatták, és a Möller díjjal pedig azokat szoktuk megbecsülni, akik még köztünk vannak, és a műemlékvédelemért tettek annyit, hogy az IKOMOSZ Magyar Nemzeti Bizottság megbecsülését kiérdemelje. Igazán a Möller Bizottság határozatát szokta elfogadni minden évben a IKOMOSZ Magyar Nemzeti Bizottsága. Idén is üdvésezett Tahitó Tilona elnökletével, Lővei Pálban itt a bizottságból tisztelte meg a ünnepi rendezvényeket, és kérem, hogy a 2019-es Möller-díj díjazottját ismertessék. A Möller-díj bizottsága Visi Zsoltot a nemzetközi és a magyar műemlékvédelem elismertetéséért és az értékek védelméért kifejtett munkássága alapján javasolja Möller-díjra. Verespatak Én Laka programja túllépett szakmai kötelezettségein, mindkét helyszínen kifejtett munkája nemzetközi érdeklődést váltott ki. Jelentős szerepe volt abban, hogy Verespatak átmenetileg elkerülheti a további bontásokat, sőt, világörökségi várományosi listára került Romániában. Az Én Lakán megkezdett szakmai programja ma már regionális fejlesztési tervé emelkedett, a környező települések lakosságának a bevonásával, helyi szakiskolák segítségével, a pécsi építészek tevékeny közreműködésével folyik a helyi értékek felmérése, helyreállítási programja, sőt egy iskola építése is. Évenkénti megrendezett tematikus konferencián mutatják be a helyi kutatás újabb eredményeit. Az Én Lakai program 5 éves ásatási feladattal társult, célja a római kasztrum feltárása, megismerése. Visi Zsolt a római Limes Ripa világörökségi jelöléshez szükséges dokumentáció összeállításának meghatározó munkása, 4 ország kutatási eredményeit összehangolva nemzetközi munkacsoport vezetőjeként készítette el a római Limes világörökségi jelölését. Az ismert, kialakult kellemetlen helyzet ellenére a Magyar Világörökség Bizottság vezetőjeként diplomáciai fellépésének köszönhető, hogy a jelölés a területhatárok felülvizsgálata után megismételhető legyen. Ugyanakkor a program nemzetközi elfogadtatásával a szomszédos országokban is előkészítette a világörökségi terület kiterjesztésének a lehetőségét. Az IKOMOSZ Magyar Nemzeti Bizottság alelnöke, nemzetközi szakbizottsági alelnök, régészeti szakbizottságban volt a nemzetközi IKOMOSZ-ban. Köszönjük szépen, hogy följöttél.
és gratulálunk sok szeretettel. Nagy meglepetés volt, kedves barátom. Örülünk, hogy jó kedvembe kerül a Möller. Hát, hogy jó kedvembe, hogy nem tudom. Gratulálunk. Hát, köszönjük. 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 Most egy ilyen furcsa helyzet van, mert ilyen zárt körben vagyunk, de igazán abban az alkalom, hogy 55 éves az IKOMOS, mindig lehetőség van egy ilyen rendkívüli Möller-díjnak is az átadására. A Möller-díj bizottság úgy döntött, hogy egy rendkívüli Möller-díjat is átad idén. Kérem, Lővei Pátri ismertesse, hogy ki részesedik ebben. A Möller díj bizottsága erre a további Möller díjra Klaniczai Péter építészmérnököt javasolja, aki még egyetemi évei előtt elköteleződött az értékek, a kultúra iránt, és akire nagy hatása volt és meghatározta későbbi hivatását ifjúkorában az Olaszországban töltött időszak. 1979-ben végzett a BME építészmérnöki karán, majd később szakmérnöki diplomát szerzett. Építésztervezőként 1986-ig a Fűműv műemléki tervezőosztályán dolgozott, elsősorban a Budai Várnegyed lakóépületeinek felújításain, és ahol egyik sikeresen megoldott munkája volt az országos levéltár épületén, a háborúban megsemmisült zsolnai kerámia díszes fedés rekonstrukciója. 1986-tól az Országos Műemléki Felügyelőségnél Pest megye műemléki felügyelője, 1992-től 4 évig a budapesti regionális iroda vezetője, majd a hivatal átszervezését követően az edzett fordulón 2 évig a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal felügyeleti igazgató helyettese. A folyamatosan átalakuló hivatali szervezetben mindvégig Pest megyei műemléki területi felügyelő volt és maradt egészen nyugdíjazásáig. A megye jelentős műemlék együtteseinek helyreállítását felügyelte és ellenőrizte, felvállalva az évekig tartó munkák szakmai koordinálását is. A közel 3 évtizedes felügyeleti munka főbb helyszínei, Vác számos műemléke, a Fóti templom és Plébánia műemléki együttese, a Gödöllői Grassalkovics kastély és a Királyi Váró, a Besnyői kegytemplom, Dabas több kúriája, a Ceglédi Református nagytemplom, Szentendre belvárosának templomai és történelmi épületei, Visegrád rom területe, a Zsámbéki templomrom, a Dunakanyar és a Zsámbéki medence számos kisebb emléke. Társhatóságként felügyelte és szakmailag koordinálta Visegrád új városközpontja kialakulását. A helyszíni közreműködés mellett számos kiállítása, előadása, publikációja, monográfiája is mutatja, hogy az épületek múltjának ismerete és a személyesen végigkísért helyreállítások nélkül a felügyeleti munka nem lehet teljes. Munkásságával igazolta a műemlékfelügyeleti munka összetettségét, segítőkészsége, fáradhatatlansága, a részletekben való elmélyültsége, felügyelők szinte generációinak mutatott példát. 2012 óta az IKOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület alelnöke, 2015-től a Magyar Építész Kamara műemlékvédelmi tagozatának elnökségi tagja, a Réke Régi Épületek Kutatóinak Egyesülete alapító tagja. Olyan nagy társadalmi nyomás volt, hogy egy Möller-díjba részesítsünk, annak ellenére, hogy egy IKOMOS tisztségviselőt nem illik díjjal illetni, de nem tudtunk mit csinálni, kénytelenek voltunk ebből az alkalomból, hogy 55 éves az IKOMOS, a vérfelügyelőnek a munkásságát elismerve. Hát komolyan, szép, nagyon szépen köszönöm, és tényleg egy hihetetlen elismerés, mert igazából engem nyugdíjba küldő kormányhivatal még szóban sem méltatott egy percre sem, csak írásban kaptam egy elbocsájtó üzenetet, és ez tényleg a szakma legnagyobb elismerése. Köszönöm szépen. Gratulálunk. Gratulálunk.
Azért, hogyha az elnök úr azt mondta, hogy kénytelen voltunk odaadni, nagy örömmel adtuk a kénytelenségnek engedve. Ez hozzátartozik. Nagyon szépen köszönjük. Kedves kollégák, kedves barátaim, hihetetlen meglepetésben volt most részem. Erre nem gondoltam, nem is álmodtam. Közben figyeltem nagyon az elhangzottakat, ami az egy-két dolgot esetleg majd hozzáfűzök. Minden esetre egy dolgot hangsúlyozzak, hogy a végső elbocsátó szép üzenetem óta ez ad egy olyan ellenkező értelmű valami elismerést, ami mégiscsak azt jelzi, hogy talán nem mindent tettem rosszul. A felsorolásban elhangzott néhány dolog, néhány dolgot hadd tegyek hozzá, bocsánat, kiegészítésként. Tehát a Guinness világörökségi nevezés ugye éveken keresztül 15-17 között vitattuk meg az összes európai ország részvételével, hogy milyen szakaszokban és milyen ütemezésben kerüljön sor a nevezésre, és ennek során határoztuk meg, hogy a Dunai Limes 8 ország limesze az egyetlen világörökségi helyszín lesz, ennek az első felét csináltuk meg, ugye 18-ban Ausztriát, Németország, Szlovákia és Magyarország. A másodikon dolgoznak, és ha nem változik a program, akkor beadják, csak hát ahhoz, hogy ők beadják és az világörökségi helyszín legyen, ahhoz az kell, hogy a milyen világörökségi helyszín legyen, mert az ennek a bővítéseként van betervezve, tehát nem önálló. Nem a minyek csatlakozik ahhoz mondtuk. Én remélem, hogy így lesz. Az, hogy a helytartói palotát, a legértékesebbet az egész több száz helyszínből ki kellett venni, arról én nem tehetek. Meg is próbáltam értetni magamat, vagy magunkat, hogy ez így helytelen. De hát ennek az lett az eredménye, hogy én most itt vagyok így. Minden esetre az ICOMOS és a Világörökség Központ elfogadta a megcsonkított nevezést beletadva, és mivel a visszavonás, visszautalás, a referral lépett életbe, ez azt jelenti, hogy 3 éven belül ugyanaz az értékelés alapján csak szavazásra kerül sor. És mivel ez megtörtént a benyújtás ezzel a módosítással, az ICOMOS ezt menet közben elfogadta, ez azt jelenti, hogy a következő Világörökségi Bizottsági Ülés ezt automatikusan meg fogja szavazni, és hihetetlen pozitív értékelést kaptunk az eredetére. Az, hogy nem világörökségi helyszín most, annak a járvány az oka, hogy jövőre mi lesz, nem tudom. A erdélyi dolgokkal kapcsolatban tény, hogy én lakán és a környékén székely, kultúra, stb. Konferenciák sokat teszünk, 2 évente rendezzük a konferenciákat, megy a műemléki felmérés, a falunak a komplet felmérése, ásatás ugye. Az idén nem tudtam ásni a vírus miatt, remélhetőleg talán jövőre lehet folytatni ezt a munkát. És ez azt jelenti, hogy a Dáciai Limes, aminek a nevezését készíti Románián, része lesz a Csénaki Kastellum is, tehát én mindenképpen világörökségi helyszín lesz ilyen formában. Ezt nem én mondom, hanem a román kollégák, akik a listárban természetesen már ezt is bevették. Dolgoznak rajta, haladnak rajta, és az a klírközpont, amit Pécset létrehoztunk, az adatbázisával szerepel. Azt az adatbázis használja az összes ország most már a nevezés megírása, az elkészítéséhez, kidolgozásához. Tanácsokat adunk, hívnak, és itt tovább. Ami Verespatakot illeti, te picit engedd meg, hogy módosítsak. Ugye Románia megszüntette a bányakitermelést véglegesen, és beadta a világörökségi pályázatot, tehát be is adta. Sőt, 19-ben már meg is szavaztuk volna Bakuban a kedvező értékelés alapján, ha a román
Kutás miniszterhelyettes államtitkár nem emeli fel a szavát, hogy a kanadai pereskedés miatt Románia visszavonja és nem járul hozzá szavazás történjen. Ugyanaz a referral lépett életbe, mint a Limes esetében, és sokan engem vádoltak, még magyarok is azzal, hogy én javasoltam ezt ugyanis, hogy ez legyen, ugye hát a bizottság tagjaként, mondván, hogy hát a románok soha nem fogják ezt visszahozni. Én meg azt mondtam, hogy így 3 éven belül, ha esetleg visszahozzák... Már itt a referralt javasoltam. A referral. Mert nem mindegy, hogy javasoltál. Referral. Nem, azt mondtam, hogy referral. Ha 3 éven belül esetleg mégis visszahozzák, akkor nem kell új értékelés, mert érvényes az, hogy az eredeti javaslattal, értékeléssel lehet róla szavazni. Egy évig nem hittünk semmit, aztán jött egy kormányváltás, és 19 januárjában, vagy mikor is? 20. Nem, 19 januárjában, nem, 20 januárjában, most. Januárjában, az utolsó pillanatban az új kormány belőtte. Még egyszer. Következésképpen ebben az évben világörökségi helyzetet volna Veres Patak, hogyha a vírus nem... De most új választás. Marad el az egész. De benne van a kormány. Jövőre megint ott van az eset, hogy be van nyújtva, ott az értékelés, minden rendben van. Ha meg lesz tartva a világörökségi bizottság ülés, akkor amennyiben Románia megint az új kormány, stb. Stb. De hát most a kedvetőbb a helyzet talán nem fog ez bekövetkezni, nem vonja vissza. Abban az esetben Veres Patak világörökségi helyszín lesz. Hát adja is, ennyi kis kiegészítés. Köszönjük szépen. Hozzátettem, de azért remélem, hogy így lesz. És akkor a Möller-díjnak a régész kitüntetteinek a száma is növekedett, úgyhogy gratulálunk. Zsolt. 55 év a műemlékvédelem feladat és szerepvállalásának átalakulásával. Mindenki büszke történelmi múltjára, általában fontosnak is tartja értékeink értő bemutatását. A műemlékvédelem szó különféle emberekből igen sokféle érzést vált ki. A műemlékvédelem végeredményének, vagyis a látható és átélhető történetiséget közvetítő, megélhető műemlékek megítélése jellemzően kedvezőnek látható. A végeredmény megszületéséig azonban igen hosszú az út. A megőrzés, a fenntartás, a kutatás, a támogatás, a finanszírozás, az oktatás, és még sorolható tovább, mind a klasszikus fogalom szerinti műemlékvédelem állandó feladatköréhez tartozik. A műemlékvédelem sok-sok szakterület együttes tudománya. Speciális gyakorlati és elméleti kérdésekkel egyaránt foglalkozik. A műemlékvédelemnek tehát csak az egyik részfeladata a műemlékek helyreállítása, fontos feladata annak szakszerű segítése és ezen munka szakmai tudományos hátterének biztosítása. Kívülről tekintve értékeink állapota bemutatása kulturáltságunkról árulkodik. Identitásunkat, kultúránk élhetőségét, megismertetését, megismerhetőségét szolgálja. Nemzeti szintű értékvédelem tudományos hiteles műemlékvédelem nélkül elképzelhetetlen. Felelős gazdálkodás, anyagi és szellemi értelemben egyaránt és felelős településfejlesztés alapja mindenhol a meglévő és feltárható örökségünk hiteléből származik. Ha műemlékeinket, örökségünket nem tudjuk értékként kezelni, és településfejlesztésünk áldozatává válnak értékeink, az érdektelenség vagy a másik oldalról az elüzleti esedés, teljes településeket, országrészeket forgathatnak ki saját világukból. A műemlékvédelem közös ügy. Ennek tudatában magasabb szinten kell ezeket az összefüggéseket értőn kezelni. Ezt a gondolatsort a műemlékvédelem tulajdonosaiban, fenntartóiban is tudatosítani kell, amikor épületük megújításának, helyreállításának módjáról gondolkodnak. De ugyanilyen fontos a közösségek és az egyének számára is, identitás tudatuk erősítése. Ma már szerencsére természetes, hogy egy saját múltját ápoló és megbecsülő közösség kifele is megmutatja azokat az értékeket, amivel ő járult hozzá a tágabb közösségek kultúrájához. Egy történeti érték életében a tulajdonos sokszor változik. A pillanatnyi tulajdonos, ha nem kellő tisztelettel tekint az egész társadalom közösség értékére, visszafordíthatatlan pusztítást tud okozni nemzeti értékeinkben.
Az őt követő újabb tulajdonos már nincs abban a kedvező helyzetben, amiben még az előző tulajdonos lehetett. Ami elpusztult, vagy amit nem hitelesen állítottak helyre, az már nem az eredeti történeti múltról fog szólni, hanem az előző tulajdonos kultúráját, avagy kultúrálatlanságát fogja hirdetni. Ugyanígy a jövő közösségének már csak azokat az értékeket nyílik módja megismerni, amelyeket elődjei ráhagytak abban a formában, ahogy azt ők megőrizték. Ez napjainknak is a felelőssége, ezért fontos, hogy minél szélesebb körben ismerjük meg a műemlékvédelem gondolatvilágát, a célját és feladatát, a társadalmi-gazdasági változások függvényében szellemiségének alakulását. Ha ezt sikerül megérteni, a műemlékvédelemről senkinek sem a tiltás és a korlátozás jut eszébe, mint ahogy ez ma jellemzően megjelenik, hanem a lehetőség és a felelős kötelezettség kerülhet az első helyre. A mai műemlékvédelem kialakulása hosszú folyamat eredménye, szemlélete a megismerés lehetőségének és a társadalmi-gazdasági helyzet alakulásának függvényében folyamatosan változik, mint minden más a világon. A műgyűjtéstől kiindulva a tudomány lehetőségeit is felhasználva fokozatosan lett egyre több szakterület felölelő interdisziplináris tudománya. A műemlékvédelem az egyes helyszín épület védelmétől indult. A védett értékek körét egyes uralkodók, majd a társadalom által történeti értéknek tekintett meghatározott történeti helyszínek egyes emlékei jelentették. Kezdetekben a 18. század végétől az egyiptomi, majd a későbbi ókori emlékek jelentették a főbb érdeklődési kört. Később a középkor fennmaradt értékei is magukra fonták a figyelmet. A monumentális emlékek védelmétől bontakozott ki, fokozatosan pontosítva és kiterjesztve, a műemlékvédelem elméleti és gyakorlati feladata. Az egymást követő korok, a műtörténet szemléletének fejlődése egyre több etikai kérdést vetett fel értékeink védelmével kapcsolatban, amit a műemlékvédelem tudományos és gyakorlati kérdéseire adott válaszokat egyre finomabban pontosította. Az adott kornak megfelelő szemléletű műemlékhelyreállítási, műemlékfelújítási elveknek megfelelően történt a történeti épületek megújítása, bár lehet, még nem is használták mai értelemben a műemlékvédelem és ezen belül a műemlékhelyreállítás fogalmát. 1931-ben az Athéni Charta foglalkozott hasonló elvi kérdésekkel. A műemlékek az értékek megőrzésének fontosságára, társadalmi jelentőségére hívta fel a figyelmet. A szakterületek együttműködését, az új anyagok használatának jelentőségét, a régi új kapcsolatának harmóniáját és a történeti emlékek településen belüli jelentőségét hangsúlyozta. Az Aszuáni gát építésének tervezete Egyiptom rendkívüli ókori értékeit kerítette víz alá. Nemzetközi összefogás szerveződött az elárasztással veszélyeztetett területek feltárására, a páratlan ókori romok megmentésére. Kiemelt feladata volt II. Ramszesz sziklatemplomának biztonságos helyre való áttelepítése. A program műemlékvédelmi elvi és etikai kérdéseket is felvetett. Nem véletlen, hogy ez is közrejátszott abban, hogy megszületett a Velencei Charta, a műemlékvédelem máig sem felülírt, sőt elveiben, azóta nemzetközi szinten többször is megerősített, elismert alapdokumentuma. UNESCO kezdeményezésre az ezt követő évben alakult meg 1965-ben Varsóban a műemlékvédelem nemzetközi szervezete, az ICOMOS. Azzal a feladattal jött létre, hogy a különböző országok eltérő műemlékvédelmi gyakorlatát hangolja össze, a különféle tapasztalatok alapján a műemlékvédelem aktuális kérdéseivel kapcsolatban dolgozza ki az iránymutató követelményként meghatározható irányelveket. Az ICOMOS-hoz a legtöbb ország csatlakozott, ahol a műemlékvédelem fontos szerepet töltött be az ország kulturális életében. 2020-ban tehát az ICOMOS megalakulásának 55 éves évfordulóját ünnepelhetjük. A civil szakmai szervezet párizsi székhelyen működik. Azóta feladata a műemlékvédelem alapelveinek meghatározása, a nemzetközileg elfogadott irányelvek kialakítása, az új kihívásokra megfelelő válaszok kidolgozása. A több mint fél évszázad alatt bekövetkezett gazdasági társadalmi változások a műemlékvédelemre is különféleképpen hatottak.
Jelen áttekintésben nem az ICOMOS által közzétett műemlékvédelmi kartákat, irányelveket, dokumentumokat ismertetjük, mert azok mindenki számára hozzáférhetőek, hanem azokat az újabb ICOMOS által is napirendre vett kérdésköröket villantjuk fel, amelyek újabb kihatással vannak értékeink védelmére, értékeink megőrzésére, fenntartására. A műemlékvédelem fokozatosan ismerte fel, hogy a világ természetes változásai értékeinkre is újabb és újabb veszélyt jelenthetnek. Ennek megfelelően a veszélyeztetett értékek köre is folyamatosan változik. A műemlékvédelem szemlélete az épület megújulásán túl előbb a környezet, majd a település megújulására is kénytelen volt kiterjeszteni érdekkörét. Történeti épületeink helyreállításán túl így vált egyre fontosabb kérdésség környezeti kapcsolatának is a helyreállítása. A műemlékvédelemben komoly követelményé vált a feltárulkozás, a látvány, a megközelítés, a települési kapcsolatoknak is a védelme. A történeti települések sziluettje, a középületek, a templomok település történeti jelentőségének megjelenítése került veszélybe a telkek intenzívebb beépíthetőségének megengedésével. Megjelentek a templomtornyokon túlnyúló magas házak, a több telek összevonásával kialakított hatalmas területeken felépített, a település fölé magasodó bevásárlóközpontok. A gazdaságosságnak nevezett beépítési intenzitás növelésének erőltetése megváltoztatta a települések történeti hierarchiáját, a beépítés rendjét. A történeti települések épületei és közterületei megfelelő arányosságot, funkcionális egyensúlyt alkottak. Természetes, hogy a fejlődéssel, az infrastruktúra fejlődésével a közterületeknek is megváltozott a szerepe, a települési funkciója. A nem megfelelő, de körültekintő szabályozás ezeknek a közterületeknek sokszor adnak olyan többletterhelést, ami még jobban nehezíti a történeti épület és a történeti környezetét alkotó közterület harmonikus kapcsolatának a megőrzését. Egyre fontosabb szerepet kap a műemlékvédelem területén a fenntartás kérdése. Ehhez a szabályozás látszólag távoleső kérdése is szorosan hozzátartozik. Példa erre, ahogy a tetőterek beépítésének szabályozásának is milyen komoly következménye van történeti településeinkre. Tetőidomok megváltoztatása, a skybarok, a város fölé magasodó lapos tetők, a település szerkezetet írják át. Budapest történeti belvárosának jellegzetes képéhez felülnézete is hozzátartozik, ami a Várhegyről, a Gellérthegyről, a Bazilikáról és más több fontos pontról tárul fel. Ennek átírása, a tetőtáj szétbomlásának szabályozással való engedélyezése, illetve közvetett támogatása a fővárosunk legfőbb történeti értékét, a beépítési struktúra képét teheti tönkre. A tetőtérbeépítések újabb lakásokat, azok újabb gépkocsikat vonzanak az amúgy is korlátozott lehetőségű helyszínekre. Megváltozik a terhelések egyensúlya, még jobban megváltozik az épület és saját történeti környezetének kapcsolata. Mindenkor a közvetlenül öt megelőző időszakkal száll szembe a legkritikusabban, hiszen leginkább annak tagadásával léptek fel és terjedtek el az új korszakok által képviselt irányzatok. Napjainkra lefordítva ez azt jelenti, hogy most az egész világon a 20. században épült épületek kerültek a legnagyobb veszélybe. Ezeket ma nem tekintjük értéknek, pedig minden más korban ennek az időszaknak is megvannak a meghatározó épületei, jellemző értékei. A műemlékvédelemben ugyancsak fontos feladat a fogalmak a művészettörténeti, építészettörténeti korszakoknak a megismertetése. Külföldön is jellemző, hogy panelos lakótelepeinket van, amikor szociálnak, van, amikor Bauhausnak nevezzük, és összemossuk a 60-as, 70-es évek építészetével. A szociál korszakát itthon sem tudják pontosan értelmezni, állandó veszélynek vannak kitéve, épületei, így egyre több értékes épület tűnik el ebből a korszakból is. Pedig azok között is vannak korra jellemző értékes épületek. A műemlékvédelem egyik fontos feladata minden kor értékét felismerni, és azt lehetőség szerint az utókor számára megőrizni, hiszen minden megelőző kor fontos reprezentása történelmünknek is, és mai kultúránknak is része. A műemlékké lett régi kor, hitelesen fennmaradt kordokumentum emléke.
A műemlék a megismételhetetlen, átírhatatlan történeti világot képviselő, történeti anyagában is megjelenő, történeti korszakokat összekötő kulturális dokumentum. Új fogalmak jelentek meg, amelyek kritériumává váltak a műemlékvédelemnek és azon belül a helyreállítás szakszerűségének. A hitelesség kérdése formájában, anyagában, történeti összefüggésében is felmerülhet, de a helyreállítás felelőssége, hogy nem közvetíthet feltételezéseket, hamis tévhiteket. Múltunk szempontjából minden korszak azonos értéket képvisel. Egyes helyszíneken a különféle korok maradványai között lehet egyedi értéke miatt történeti vagy művészeti értékkülönbség, de az csak önmaga értéke miatt lehet, és nem amiatt, hogy az valamelyik kort képviseli. Nincs olyan történeti kor, amelyik ne lenne történelmünk része. A műemlékvédelem kifinomult szemlélete nélkül a történeti együttesek megújulása, revitalizációja is elképzelhetetlen. A kortárs építészetnek minden megelőző korral azonos jogai vannak. Eltérő kötelességet egyedül az jelent, hogy a már kialakult történeti együttes értékei tekintettel kell megjelennie. Csak akkor születhet a helyhez illeszkedő egyedi új épület, ha az úgy képviseli saját korát, hogy az léptékében, anyaghasználatában, arányaival, használatával és minden arányosságával illeszkedik régi kialakult történeti környezetéhez. Pontosan ez jelenti azt a történeti folytonosságot, amire mai kultúránk is épül. Ezért fontos, hogy a történeti környezetben megjelenő kortárs épület a környezetre tekintettel, annak harmóniáját megőrizve jelenjen meg. Napjaink fejlődésnek nevezett 7-15 éves megtérülésű ingatlan fejlesztésének világában a befektető közönösen, sőt ellenségesen tekint mindenre, ami nem jól szervezhető szabad fejlesztési területen történik. Számára az üres terek mindenhol nagyobb lehetőséget hordoz, mint egy bármilyen adottsággal rendelkező helyszín újraélesztése. Csak a telek szemlélet a meghatározó, az egyre intenzívebb beépítések egyre nagyobb távolságból érvényesülnek. Például magas házak, a nagyobb szélkerekek látványa sok kilométer távolságban is megváltoztatják a távolabbi környezetet is. Világörökségi helyszíneken jelentek meg távolban megjelenő soha nem volt bántóképek. Egyre szélesebb körben kerülnek veszélybe épített értékeink, egyre nagyobb környezetre vetülnek ki a beavatkozások következményei. A műemlékvédelemnek igenis feladatává válhat a látszólag vele kapcsolatban nem lévő területek, tájak, kezelési módjának meghatározása is. Társadalmi változások, az új beavatkozások és a gazdasági átalakulás következményei, a befektetői szokások átalakulása egyre komolyabban veszélyeztetik értékeinket. Történeti épületeinket csak úgy újíthatjuk meg szakszerűen, ha a korabeli építéstechnikát, technológiát is azonosítjuk, megismerjük. Csak az eredeti alkotók szellemének megfelelően történhet a kutatásokon alapuló hiteles helyreállítás. Kutatásnak nem csak a történeti kapcsolatok, az építés körülményeinek a meghatározása, hanem a korabeli technikák, technológiák azonosítása is a feladata. Az előregyártás, a nagyipar, az építőanyaggyártó monopóliumok, a pénzügyi megvalósítási körülmények más szereplők bevonásával szervezi az építőipart, új érdekeltségi köröket von be az építkezésekbe. Eltűntek a szakemberek, a szakmunkások, eltűnt a kézi munka, minden programozható géppel készül. Ma művészek dolgoznak a hajdan teljesen természetes tömegcikkek helyreállításán. Változnak a technikák, technológiák, de az adott kor épületének szakszerű helyreállítása elképzelhetetlen az adott kor technológiája, anyaghasználatának ismerete nélkül. Nem csak a szakképzésnek nőtt meg a jelentősége. Az oktatás és a nevelés is a műemlékvédelem látókörébe került a jövő értékvédelme érdekében. A műemlékvédelem hozzásegít környezetünk jobb megbecsüléséhez is. Az ezzel ható globalizációs gazdasági törekvés következtében népszerűvé lett világmárkák kiszorították a helyi cégeket, a helyi anyagokat, a helyi termékeket. Az egyenformák, az egyenprogramok, az egyen anyagok egyen termékekkel árasztják el a világot. A monopol helyzetbe került világcégek átértelmezik a termelékenységet, a gazdaság működési elvét, és ennek következtében a társadalom szerkezetét.
Megváltozik a társadalom és a gazdaság viszonya, más munkaerőszetétel szükséges. Lényegesen szűkebb réteg képes az ipari termelést és a mezőgazdasági művelést szolgálni, egyre kevesebb ember szükséges az elegendő mennyiségű ipari és mezőgazdasági termék előállítására. Megnőtt a szolgáltatás szerepe, a fejlődés velejáróján túl nem utolsó sorban le kell kötni a szabad emberi kapacitásokat is. Ennek a szegmensnek fontos része a műemlékvédelemre igen komoly hatással lévő turizmus is. Egyre többen tudják megfizetni a turisztikai szolgáltatásokat, teljes iparágok települnek rá. Turizmus, mint eladható szolgáltatás a tömegigény irányába mozdul el. Megváltozott az emberi mentalitás. Akinek pénze van, annak minden jár, pénzért mindent meg lehet venni. A kényelem, a kényeztetés a turizmus alapelve, a megismerés, a megismertetés fokozatosan távolodik a valóságtól, és sajnos a helyszín értékeitől is. Művilágok épülnek fel. Megvásárolható műemlékek jelennek meg. Szórakoztató negyedeket alkotnak távoli világok értékeinek átírt másolatainak homlomzataival körbevett városokban. A turizmus szolgálatában korszerű szórakoztató plázák épülnek. A globalizáció nyomán járó monopóliumok egyik következménye, hogy a helyi értéket, a helyi termékeket kiszorítja az egész világon elterjedt egyen ajándéktár, kiszorítja a helyi termékeket, a szolgáltatások is egyen szolgáltatásokká válnak. A helyit, az egyedit mindenhol felváltja a tömegtermék, a mindenhol fellelhető ugyanaz, miközben a helyek, a helyszínek elvesztik sajátosságukat, egyéni karakterüket. A sokcsillagos egyenszállodák a látnivaló szomszédságában jelennek meg. Az Airbnb szolgáltatás iparággá változott. Egész városrészekből szoríthatják ki a helyi lakosokat, azok, akik a helyi kultúrát, azt az épített környezetet teremtették meg, amely vonzó lett azok számára, akik most ellehetetlenítik történelmi lakókörnyezetüket. Külső hatásoknak is lehet jelentős műemlékvédelmi következménye. Ilyen például a globális felmelegedés. Kétségtelen megváltozott a Föld időjárása, lassan kijelenthetjük az éghajlati viszonyok is. A megváltozott körülmények megváltoztatják egyes területek eltartó képességét, a különféle helyek adottságait. A sivatagosodás által megváltozott mezőgazdasági lehetőségek népcsoportokat üldözhetnek el földjeikről, hátrahagyva saját kultúrájukat, történeti épületeiket. Ahova az új népvándorlás sodorja a tömegeket, ott a kulturális keveredés szebb szavakkal sokszínűség jön létre, ami hosszú távon két kulturális világ meghatározó átalakulását, kultúrák elvesztését vetíti elő. Ugyanilyen kérdés vetődik fel, amikor politikai események, háború készteti elhagyni népek saját ősi kultúráját, településeiket. A hátramaradt történeti értékek kezelése sokszor helyi politikai kérdés színében tűnik elő, de ezek valójában az egész emberiség kiemelkedő, egyetemes értékének megőrzésének kérdéseként is megjelenhet. Minden műemlék legkedvezőbb hasznosítási lehetősége, ha azt eredeti funkciójának megfelelően lehet használni megújulása után. Vannak történeti épületek, értékek, amelyeknél nem állítható helyre az eredeti funkció. Ennek szemléltetésére a népi építészeti emlékek csoportja lehet a legalkalmasabb. Eredeti funkciójának megfelelően csak nagyon szűk körben lehet használni. A tájházként való megőrzése vagy falumúzeumba telepítése az értékvédelem új változó lehetőségeit is mutatja, bizonyítva, hogy a műemlékek megmentésének kérdésekor nincs kategorikus jó megoldás. Az adott helyszínen, az adott körülmények mellett kell megtalálni az adott helyzetben a legjobb megoldást. Ezért az in-situ védelem és az áttelepítés kérdésére sem lehet egyértelmű választ adni. Láttuk az Abu-Szimbeli esetet, elvében a népi építészet emlékeinek a megmentése hasonló elvi alapokon felvetődő kérdéskör, csak ott nem víztározó, hanem a civilizációs változások követelik az új rendet. Az elmúlt évtizedekben a fenntartható fejlődés kérdése és annak következménye is megjelent a műemlékvédelmi fórumokon. A kérdés a régi épületeink megújulásának előtérbe helyezését vetíthetné elő. Az újra felhasználható építőanyag a jelentős energiaköltséggel ledarálható, újrahasználható épület kínálatától lényegesen kedvezőbb helyzetet teremt a szemléletváltás, ha az épületeket el sem kell bontani.
Természetesen nem lehet általánosítani, de a megőrzés előtérbe helyezése, a újrahasznosított épület fogalmának bevezetése történeti épületeink megőrzése szempontjából is kedvezőbb hozzáállást eredményezhetne. Napjainkban egyre erőteljesebben vetődik fel az épületek energetikai kérdése. Teljesen együtt kezelik a régi és az új épületeket. Természetesen nem minden régi épület kezelése érdemel műemlékvédelmi szemléletű érzékenységet, de ez a többi épület esetében is eredményesebben szolgálhatná a támogatandó programok szándéka szerinti cél. Jelenleg kampányszerűen folyik az épületek külső hőszigetelése, az ablakok cseréje, a napelemek telepítése az épület tetejére. Közben európai és állami segítséggel eltűnik az épült eredeti tagozat, az épület homlokzatdíszítése, megsemmisülnek a korábban készült eredeti fanyillázárok, mert helyettük idegen, felújíthatatlan, szerkezetileg is idegen műanyagablakokat építenek be, az épület tetőidomait napkollektorok, napelemek torzítják el. Az alkalmatlan szerkezeteket komoly lobbival támogatott kampányok népszerűsítik eredményesen. Műemlék kérdésként vetődött fel először, hogy az energetikai kérdéseket az épület egészét vizsgálva lenne célszerű tárgyalni, hogy az energetikai programok ne tudják háttérbe szorítani a műemlékvédelmi szempontokat. A műemlékvédelmi szemlélet megjelenítése még az energetikai programok megújításához, racionalizálásához, vagyis eredményesebbé tételéhez is segítségül tud lenni. A teljes körforgás követésével és elemzésével, a teljes rendszert vizsgálva és nem egy szerkezeti elemet kiemelve, mint az ablak, lehet a kérdésekre egyértelmű választ adni. Ez a műemlékvédelem által képviselt komplex szemlélet sajnos még nem tekinthető gyakorlatnak. A bontás, a bontott anyag megsemmisítését, a beépítendő új anyag előállítását és annak költség és környezetűen következményeit együtt kell mérlegbe tenni. Például nem is ismert, hogy a most támogatással beépített hőszigetelő anyag megsemmisítése 20-30 év múlva milyen következményekkel, illetve terekkel járhat. Az ICOMOS nemzetközi szervezete külön munkabizottságot hozott létre a kérdéskör feltárására. Hasonló tematikus feladattal megbízott ICOMOS munkabizottság kapott felkérést az EU-tól, mert a több évtizedes tapasztalat azt mutatja, hogy az EU-s támogatások nem egy céljuk ellenére sok esetben jelentősen veszélyeztetik történeti értékeinket. Az elkészült dokumentumot a legszélesebb társadalmi, szakmai és politikai fórumokon egyeztették, a 2020-as ICOMOS közgyűlés fogadta el a végső dokumentumot. Ennek célja, hogy minden fejlesztés során alapvető értéknek kell tekinteni a helyi örökségi értéket, és minden fejlesztést a helyi adottságok, a helyi értékek feltárása után annak védelme mellett kell megvalósítani. A program a pályázat meghirdetésétől, lebonyolításától, a megvalósításig és az ellenőrzésig határozza meg a feladatokat, és az ellenőrzést, az együttműködést, mainál lényegesebb, rugalmasabb módját. Minden tudomány fejlődésében az önmaga ellen ható veszélyek is magukban foglaltatnak. Ahogy fejlődik a műemlékvédelem, a településfejlesztés, tervezés, az építészet mindegyik önálló tudománnyal nővi ki magát. Mindezek mellett ott a jog, amely mindent szabályozni kíván. Állítólag szabályozott keretek között mindenkinek világosan meghatározhatók feladatai, kötelességei. Ha az egyre inkább eltérő gondolatvilág szerint fejlődő tudományterületek csak egymás kiszorításával tudnak érvényesülni, akkor értékeinket sem tudjuk sem becsülni, sem megbecsülni. Látjuk, hogy a műemlékvédelem összetett tudománya nem csak az értékőrzés szempontjából kíván kiemelt figyelmet minden társadalomtól. Az új tendenciákra, az új kihívásokra minden más gyakorlati és elméleti tudománynál lényegesen korábban tud felelős választ adni a műemlékvédelem a maga sajátos módszertanával. Ha ma még a gazdaságosság megítélésekor csak az egyéni gazdasági numerikus profit szerepel a megtérülési mutatókban, és kiszorul innen a közösségek számára elsődlegesnek tekinthető, hosszú távú kulturális profit kérdése, akkor még mindig tekinthető egyéni szemlélete révén a műemlékvédelem az új kihívások hatására a legérzékenyebben reagáló társadalmi mérőműszernek.
Sokszor bizonyított és be is bizonyosodott, hogy minden műemlékvédelemre fordított fillér sokszorosan térül meg a társadalom javára. Köszönöm szépen, hogy velünk tartottak, köszönöm szépen a figyelmüket, és nem biztos, hogy ez a egyetlen egy jövőkép rajzolódik ki a műemlékvédelem előtt. Kérem, hogy gondolják át ugyanúgy ezeket a gondolatokat, és hogyha a továbbiakban közösen tudunk gondolkodni, új gondolatokat is föl tudunk vetni, és akkor a műemlékvédelemnek a jövőjét biztosabban tudhatjuk.